Boros Beáta, Bárdi Melitta, Kuti Csilla, Szabó Zoltán, Ördög Lóra, Horváth Tímea. A hétvégén a Herkules fűrőre voltunk. Golyatáborba, 18-an, a Tekmekből. Megpróbáltunk egy szép hétvégét eltölteni együtt. Felavattuk a gólyákat, reméljük, hogy nem sértődtek meg a próbák miatt. Közösen imádkoztunk, közösen kirándultunk, bulisztunk, és vasárnap közösen is jöttünk haza, nem hagytunk ott senkit. Akkor a gólyáktól kérdezem, hogy milyen próbák voltak? Megsértődtetek-e? Nem, sokkal enyhébbek voltak, mint ahogy vártuk volna. Élvezetes volt számunkra is. Nem sértődött meg senki. Milyen próbák voltak? A gólyatábor témája a lakodalom volt, így első próbán a felöltözés volt. Felöltöztünk, aztán egy lapra kellett letérdelni, és előre dőlve négy kézláb. Jobb oldalunkról dobtak le egy pénzdarabot. És azt úgy kellett elkapni, hogy ne pattanjon vissza. Először pénzt dobtak másodjára is, de harmadjára, amikor lement a kanál mustár, azért néztünk egyet, meg nekem szerencsém volt, nem nyúltam bele. Egy ilyen sámánost emelnék ki, ahol ilyen meditációs hangokat hallatva mozogtunk, és közben egy csésze volt a kezünkben, aminek az alján korom volt, és ez végül az arcunkra került. Tudom, hogy esküt is le kellett egyetek. Az eskü abból állt, hogy egy lábon álltunk, mind a gólyák. Hát olyan dolgok voltak az esküben, például gyorsabban jövünk fél órával, tegnap program kezdett előtt, főzünk mindenkinek teát úgy, ahogy ők szeretik, meg ilyesmi, hogy kocsimosás, tavaszi takarítás. Hát a lényege az volt, hogy előhátul kiszolgáljuk őket, és... hogy hülyek leszünk a Tekmekhez. A nagyobbaktól kérdezem, hogy valószínűleg ők is valamikor tanúi voltak ilyen esküknek, meg ilyen próbáknak. Jut eszetek be a ti korotokból ilyen vicces pillanat? Mikor én gólya voltam, akkor sajnálatos módon egyedül voltam gólya, úgyhogy nagyon nem kínoztak. Esetleg annyi vicces, hogy mindenki táncolt az esti bulin, és hirtelen arra lettem figyelmes, hogy egyedül maradtam lány táncparketten, és az összes srác felkért sorba táncolni, kicsit furán éreztem magamat, de jó volt. Így körbeálltak, mint az indiánok, és akkor kör közepén táncoltam. Mondhatom azt, hogy nekünk volt az egyik legdurvább megpróbáltatásunk a gólya buli alatt. A történet egy olyan helyzet ezért, hogy fát kellett vágjunk. Adtak a kezünkbe is baltát is, meg raktunk elég egy fát is, csak a fára rárakták saját zoknijainkat, úgymond. És be volt kötve a szemünk, hogy ne lássuk, hogy mit vágunk, és így szépen szétvágtuk egymás zoknijait. Szerencsére idén 7 gólya volt összesen, és mind a 7 gólya helytállt a próbákon, és most már Tekmek tagok. És reméljük jövőre több, mint 7 gólyánk lesz. Uh-huh. Dupla annyi. Miért választottátok, hogy pont a Tekmeknek legyetek tagja? Én tulajdonképpen nem is most vagyok új, mert már egy évvel ezelőtt társultam a Tekmekhez, de csak most került sor az avatásomra. Hát úgy vágytam a saját egyházamon belül egy ifjúsági közösséghez tartozni. És tulajdonképpen több is vagyunk egy közösségnél, egy család vagyunk. Nagyon összefort csapat alakult ki mostanra már, és úgy örülök, hogy beletartozhatok én is. Az én történetem kicsit vicces, mivel hogy én nagyon régóta ismerem a Tekmeket, mivel itt az Erzsébet városban mind srácok már jó 11-12 éve, és az volt a helyzet, hogy Jókettet tartott a Tekmek Temesváron, és akkor szólt a Zsombori Orsi, hogy nem jönnék-e segíteni, és akkor hát miért ne? Úgy kerültem a Tekmekbe, elkezdtem járni programokra, és én is örülök, hogy eljutottam. Térjünk vissza egy kicsit a hétvégi kirándulásotokra. Milyen volt a hangulat? És milyen volt látni a gólyákat, hogy kínlunnak beilleszkedni? A hangulat az nagyon remek volt, tehát mindenki beszélgetett mindenkivel. Szerintem a hétvégi program elég kész, jól sikerült, mert tényleg mindenki jól érezte magát, és nem is forszíroztuk a programot, úgymond, hogy amit elterveztünk, hogy azt minden áron betartsuk, amihez van kedve az embereknek, éppen azt fogjuk tenni. Ezért úgy az eltervezett program legalább 40%-a ki is maradt a hétvégéből, de szerintem senki nem vette észre, hogy valami hiányzott. Csilla, téged kérlek meg, hogy mesélj kicsit a Tekmeknek az idei programjáról, mert ugye suli év kezdetén vagyunk még. Hát az idei évben is arra törekedtünk, hogy minél bővebb programunk legyen, de mégis ne legyen olyan szigorú. Ami szokásos nálunk az, hogy csütörtök esténként szoktunk találkozni. Ilyenkor különböző előadásokon veszünk részt, mindig meghívunk valakit, legyen ez civil, vagy egyházi személy, bármilyen téma, ami minket érdekel, mindig azzal kapcsolatban meghívunk valakit. Mint például az idén meghívtuk Erde Ildikót is, szokott a lelkészünk is előadást tartani, Bene Tamás fog jönni hozzánk, Magyar Isára, Szilvágyi Zsolt, úgyhogy különböző érdekes előadások lesznek. Péntekenként ima szokott lenni, utána énekelünk, szombatonként közösségi est van,
ami az idén egy kicsit lazábbra sikerült, mert nem osztottuk be magunkat, hanem úgy döntöttünk, hogy mikor kedvünk van találkozni, akkor összeülünk és beszélgetünk, társasjátékozunk, esetleg színházba megyünk. Vasárnap pedig felváltva szoktunk lenni ifjúmisén a Piarista templomban, vagy pedig itt az Erzsébet városban. Ami még ebben az évben lesz, el fogunk menni Nagyváradra, mert az idén ott rendezik meg vagy az őszi okettet, ez az Országos Katolikus Egyetemisták találkozója. Tavasszal itt volt nálunk Temesváron, most pedig mi megyünk majd Nagyváradra. És lesz majd lelki gyakorlatunk adventben, és reméljük, hogy na, ez a fél év is érdekes lesz a tekmek életében. Na és akinek felkeltettük az érdeklődését a tekmekkel kapcsolatban, az nyugodtan eljöhet hozzánk, vagy pedig megkereshet minket a weblapunkon, www.tekmek.ron, vagy pedig Facebook címünk is van, azon is nyugodtan lehet érdeklődni utánunk, és aki személyesen szeretne eljönni, itt szoktunk találkozni a Szalvatóriánus kolostorban, és mindenkit nagy szeretettel várunk.